Az idén létrejött nem formális Tiszamenti Leány kézilabdaliga utolsó fordulóját december 6-án tartották a Magyar Kanizsai Gyógyfürdő sportcsarnokában. Az utolsó összejövetelen a Zentai Zenta, a Horgosi Partizán és a Kiki Sport 2 Zitzer U11-es csapata lépett pályára. Ez utóbbi, mint tudjuk, idén alakult meg az Oromhegyesi Zitzer Sport Egyesület és a Magyar Kanizsai Kanizsa Kézilabda Klub tagjaiból, és így közös csapatként a Magyar Gyermekbajnokságban szerepelnek. Ez a nem formális liga is azért jött létre, egyrészt, hogy népszerűsítse a kézilabdát, másrészt, hogy gyakorlási lehetőséget biztosítson a kézilabda csapatoknak. Ezek a gyerekek zöme 10-11 hónap ezelőtt kezdett el labdával találkozni. És eljutottunk egy olyan szintre, hogy most már játszanak. Nem mondom, hogy jó játszanak, de játszanak. És ennek mindenféleképpen el kell még mondanom ehhez, hogy ez a játék a Magyar Gyermekbajnokságban nagyon eredményes, óriási tapasztalatokat szereztek, és nem csak úgy tapasztalatot szereztek, már látszik a játékokon is. Eredmény kezdetben még nem volt, nem is csoda, hiszen nálunk a csapatot zömében 10 éves lányok alkotják, Magyarországon pedig zömében 11 éves lányok vannak, de ez sem volt probléma, ugyanis már az első mérkőzést megnyerték, mégpedig Tompát verték meg, és várom, hogy jövő héten, illetve 3 hét múlva megint győzni fognak, remélem, hogy ez lesz. Amit ki kell hangsúlyozni, óriási a lehetőség, és ezt ki kell használni. Jelen pillanatban a 14 U11-es lány mellett még 5 U13-as is le van igazolva, ők pedig a Lajos Mizei csapattal együtt alkotnak csapatot, holnap kezdik az első mérkőzést, és én remélem, hogy ott is helyt tudnak állni. Jövőre pedig, ha minden igaz, mivel van kellő utánpótlás, eddig csak Oromhegyesen, remélem ezután Kanizsán is, hogy jövőre már az U11-es és az U13-as csapatok is elinduljanak. Az Oromhegyesi Magyar Kanizsai közös csapat már több magyarországi mérkőzésen van túl, és a lányok elégedettek az ottani szerepléssel. Hát elég sok csapattal játszottunk, most pontosan nem tudom megmondani, hogy hányan, de elég jó, meg élvezzük nagyon, hogy gyakorolhatunk. Most ez igazából arra megy. Más-e ott játszani, mint itthon? Igen, igen, más. Miben más? Meg tudnád mondani? Hát nem tudom, de teljesen nekem más, mint itt. Hogyan néz ki a közös edzés? Nehéz-e összehozni, hogy találkozzatok és fölkészüljetek egy-egy versenyre? Már megvan, hogy mikor van. Van kedden, szerdán és pénteken, és mindig átvisznek minket Oromhegyesre, és ott tartsák az edzést. Jó, összeszoktatok? Igen, már szeptember óta körülbelül, de már összeszoktunk mindannyian. Horgoson is egyre népszerűbb a kézilabda, mondja a klub edzője. Az elmúlt év az igen érdekes évnek mondható, ugyanis ami a horgosiakat illeti, ugye van egy idősebb korosztályú csapatunk is, ők is ezzel a ligával kezdték, de viszont most már ők kiöregedtek, idézőjelben mondva, a kislányok, és újítani kellett, vannak még a régebbi csapatból is a fiatalabbak, de egyre szaporodunk. Hétről hétre jönnek a gyerekek, lehet-e jönni edzésre jár, mindenkit elfogadunk, mindenki jöhet, akármilyen képességekkel is bír, attól függetlenül. A nem formális verseny, amit itt versenyzünk, nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy a lányok haladjanak, fölérjék azt, hogy nem csak egyedül vannak a világon, társakat is kell, hogy találjanak, a társaikra is számítsanak, mert enélkül az életben sincs semmi más, és ugyanígy a kézilabdában sem. Ez a kislányoknak valamennyire megoldotta a problémáját, ez a nem formális liga, de viszont a kisfiúkkal gond van, nincsenek kisfiúk, akikkel lehetne játszani. Nekünk jönnek edzések, kisfiúk is, ma is hoztam egy csapatot, de a mérkőzés hiányzik nekik nagyon, és jó lenne, hogyha a községbe gondolkodnának magasabb körökben arról is, hogy esetleg támogatnák a kisfiúknak a sportolási lehetőségét is, mint a kézilabdát. A kézilabdasport fellendítéséért dolgozó klubok, edzők és a játékos lányok örömére egyre többen támogatják a sportot és a nem formális ligát. Kezdetben csak a Kisport Kft. Volt a támogatónk Lajos Mizéről, később bekapcsolódott a Grafopak stúdió, és a mai naptól kezdve a Tiszakop is állandó támogatónk lesz.
A gyerekeknek ma például Mikulás ajándékkal kedveskedett mind a 61 gyereknek.